Nem tudom, hogy vannak olyan emberek közületek, akik tőzsdéznek. Na sziasztok, az én nevem Barni. Srácok, illetve lányok, olimp.us. Kicsit fura oldal cím, de ezt nézzétek meg. Ez az egész egy olyan diagram, ami igazából azt mutatja, hogy a CT-k mennyivel ölnek többet, mint a T-k. Szóval tegyük fel a T-k, azaz a támadó csapat, cségóba, többet öl, mint a CT, akkor ez a kis diagram elkezd lefele zuhanni. Hogyha CT szerez meg többet, azaz a elhárító csapat, akkor ez a diagram elkezd felfele menni. Most ez az egész úgy működik, nem tudom, hogy ez mennyire igaz, de a Steam analizációval össze van kötve ez az egész rendszer, szóval elméletileg valós adatokat kapunk. Nem tudom, hogy ez tényleg így van-e, vagy csak meg van játszva, vagy egy sima oldal. Tegyük fel, hogy így van, nem látok be az oldal mögé, én se. Na most, itt is lehet skineket szerezni, hiszitek vagy sem? Kezdjük el. Itt van jobbra fenn, deposit skins. Berakunk egy-két skint, csak úgy letesztelni ezt az egészet. Mondjuk így ezeket. Semmi extrát. Csak játszani valamit. Kapunk egy trade offert. Ideig szép és jó. Őszintén megmondom, én se csináltam. Egy kicsit játszottam az oldalon, de annyira még én se vágom ezt az egészet. Elfogadjuk ezt a trade offert. Igen, oké, mehet. Vissza. Megerősítjük telefonon. Közben ugye. Igen, egyértelmű. Jó. Megerősítettük. Mi fog történni most? Elméletileg az oldalnak be kéne számolnia ezeket a skineket ilyen ponttá, vagy én nem is tudom miné. Kicsit várunk, reméljük, hogy nem nyeli be. Igen, itt most van, amit töltött, loading, remény voltam, semmit nem nyomtam. Igen, elnézést. Jóvá is írta $19.37 ezt az egészet. Cségó tőzsde, én úgy fogom hívni ezt az oldalt, még igazából ez az. Na most, itt van, hogy call, és itt van, hogy put. Akik tanultak olyan matekot, ahol ilyen finanszírozásról van szó, meg minden tőzsdés dolgokról, azok tudják, hogy ezek mit jelentenek. A call az azt jelenti, hogy mi arra azt gondoljuk, hogy a tőzsdén a részvénypapírok, vagyis hát itt ez a jelenleg a diagram, a put, elnézést, csak közben offereket kapok, a put az azt jelenti, hogy mi azt gondoljuk, arra spekulálunk, hogy lefele fog menni, magyarul veszíteni fog az értékéből. Magyarul a diagram elindul lefele. Na most, mit csinálunk? 19,37-et nekünk jóvá ért ez az oldal. És tegyük fel, hogy mi ebből, hát az az 5 az jó is lesz. Most nagyon nem van. Én azt mondom, most nagyon még jobban elindult lefele, talán még egy kicsit várok is. Én azt mondom, hogy ez a diagram most szerintem el fog indulni egy idő után felfele. Itt van egy ilyen finish line, és én megrakom most 5-tel azt, hogy ez fel fog menni. Közben egy légy röpködik. Call. Itt az én kis logom. Én itt megraktam 5-tel, és itt van egy csík, hoppá, és megyünk felfele. És itt van egy csík, hogy én arra spekulálok, hogy e fölött fog kiukadni valahol. Na de, várni kell, ugyanis a célegyenes az csak itt van. Magyarul, most nekem meg kell várni azt, hogy ez a csík, ajaj, elindult lefele, eljut egészen idáig. Azaz, menj fel szépen. És minél jobban feljebb megy, annál többet nyerek. De viszont, hogyha minél jobban lejjebb megy a kis zöld csíkomnál, annál jobban vesztek. Szóval igazából ez tényleg olyan, mintha a tőzsdén valamit ügyködnénk. Lehet amúgy, hogy csak idáig megy, nem tudom. Investment deadline. Azt hiszem csak odáig megy. Result line? Investment deadline? Csak odáig fogadhatok? Majd mindjárt kiderül, nem tudom. Én sem tudom. Lássuk, egyelőre piszok jól állok, főleg így közé most itt ível felfele. Itt most én elértem egy határt egyébként. De egyelőre nagyon megy fel. 5-öt raktunk be, $5 skint. Nézzük meg. Ez most hozzáteszem, srácok, ez játékpénz, szóval, hogyha valaki nem cségózik,
ne, igazi pénzben gondolkodjatok, ezeket a fegyókat úgymond a játék dobja, szóval nem kell itt most hatalmas izére gondolni, hogy most a pénztárcámat ide befektetem, vagy valami. Egyelőre nagyon jól állunk, hogyha ez most így fog véget érni, akkor mi most komoly profitot csináltunk. You have won. Hoppá. Hoppá. Profit 8,75. Azért, mert jól elkaptuk itt az egészet, és végig felfele ívelt az egész. 88 másodpercig voltunk benn, 5 dollárt raktunk be. És 8,75-öt húztunk ki. Na most ez nagyon rossz is elsőletett volna, hogyha a diagram elkezd lefele ívelni. Akkor valószínű, hogy mindent elbukunk, vagy hát 5-nél többet nem tudunk elbukni, mondjuk kockáztattunk. Próbáljátok ki. Próbáljátok ki szerintem. Én nem azért csinálom ezeket a videókat, ezzel megtámadtatok már, hogy én a reflinkekkel kapok, ezért valami minimális dolog jön be ezzel, az kb. A csatornámnak, meg a livestreamekben kinyitogatom a ládákat, kb. Arra használom fel, hanem nézzétek meg, nagyon szeretek az ilyen csékós oldalakkal foglalkozni, csak már csak azért is, hogy lássátok, hogy mik vannak. Én sem tudtam, hogy van ilyen. Szóltak, hogy van ilyen, gondoltam, nem mutatom nektek. A link lent van a leírásban, ez egy reflink, ezt tudjátok. Ez egy reflink, én ezután kapni fogok valószínű 1 centet, fejenként ember, vagy valami minimális kis összeget, csekkoljátok le, de nem ez a lényeg, ismertek már, tudjátok, hogy én nagyon egyenes vagyok az ilyen dolgokkal. Tényleg, olimp.us, US, csekkoljátok le, lent van a leírásban, elmondtam már még egyszer, nagyon sokszor elmondtam. Én most azért jól nyertem, úgyhogy lehet, hogy még egy kicsit most játszani fogok a videó után. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok neki egy lájkot. Illetve, ha nem vagytok még feliratkozva, akkor mindenképp iratkozzatok fel. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Sziasztok!